Sziasztok! Ó, lesznek itt ilyenek is. Karrierezünk. Hát megyek a kis kedvencemmel. Az a baj, rohadt nehéz, de rohadt erős is hozzá. Ha veszünk egy ilyet, ez majdnem 200 kilóval kevesebb. Ez a kettő, ez ugyanannyi. Aha. Ez meg csak 112 lóerő. Na jó, nézzünk egy ilyet. Legyen lila. Így. Hát automatikus, mert még én a váltással itt nem vagyok tisztában. Na, tehát, hogy a játékról azt kell tudni, hogy ezt annó, amikor asszonykával összeismerkedtem, és először találkoztam a tesójával, akkor ők mondták, hogy ez mekkora jó játék volt. Jaj, anyám, a kávé daráló hang megszólalt. Menj innen? Menj innen? Ez így nem vicces hely. Engedj már el. Én balettel már játszottam, úgyhogy ezt nagyjából ismerem, ezt a kicsit még nem. Ez, ami mellettem van, ez ismerős autó. Ezt már kipróbáltam. Hát megpróbáljuk elsőre végigvinni őket. Nem vagyok benne biztos, hogy mindegyik. De köszönöm azt a fenékbe verést. Ügyesekbe vertek. Nem tetszik. Nem jön be a kocsi. Szeretném szeretni, de... olyan... semmilyen. Lehet, hogyha majd kap egy kis motor tuningot. Hallod? Azért ne legyen már fasz. Na most, azt vettem észre, hogyha egy kicsit játszottam a játékkal, hogy két lehetőségünk van. Vagy nagyon jól teljesítünk a meccsen, és nyerünk pénzt azzal, hogy elsők vagyunk, egy ezrest. Vagy pedig lebontjuk az egész pályát, de nem biztos, hogy elsők vagyunk. Mind a kettővel jó pénzt lehet keresni. Úgyhogy, ha nagyon meg vagyunk szarulva, akkor még mindig ott a lehetőségünk, hogy mondjuk jövünk és kerítést bontunk, vagy neki megyünk az autóknak, vagy neki megyünk a tereptárgyaknak, lebontjuk ezeket a fordókat. Sok lehetőségünk van. Édes Isten, a darás, hogy repül itt. Jó, ez még csak a másik! Jó, mi van egy karám? Anyám. De ezt benéztem. Én tökre abban voltam. Már az utolsó körben vagyunk, elszámoltam. Úristen, az így nem jó. Mert mint, hogy jó, mert így legalább elsők vagyunk. Nem is kicsit. Nyugi, visszacsalja a játék. Mindjárt lesznek mögöttem. Igen, pont a múltkor néztem Büki Danit, és ő... nem tudom, hogy most egy mostani videóját láttam. Az a baj, hogy össze-vissza nézem, tehát mindig a... hogy mondjam... tehát én nem úgy nézek videót, hogy kijön egy videó, és akkor megnézem. Hanem van olyan, amikor mit tudom én, ilyen 2-3 évvel ezelőtti videókat is felhoz nekem a YouTube, mivel hogy érdekelhet az előzményeim alapján. Azért vagyok veletek kis gondban. Mert ha néztetek ilyen videót, igen. Tehát így maga a YouTube algoritmus egy ilyen téren egy
szemétláda. Mert azt nézi, hogy te mit néztél előzőleg. És ha te néztél ilyen videókat, tehát érdekelt például a Flatout, akkor elkezdi neked ajánlani az én videóimat. Ami nem feltétlenül az, amihez hozzá vagy szokva, de elkezdi neked ajánlani az én videóimat, mert hát biztos érdekelhet. Aztán mindent az alapján ajánl neked. Hogy mit néztél meg előzőleg? Ja, menjünk tovább versenyezni. Például, ha én megnézek egy... most volt a Godós Game Engine-es balhé nem régiben, és hát megnéztem róla egy videót, most színültig vagyok Godós mindenféle videóval, főleg erről a balhéról, de menet közben már elkezdett jönni be az, hogy hát hogy kell Godóban fejleszteni. Meg milyen ilyen tutorial videók, meg játékfejlesztés Godóban, meg egyebek. Mert hát az előzményeim alapján tudja YouTube, hogy engem érdekel valamilyen szinten a játékfejlesztés is. Mivel érdekelt a Godó, ezért összekötötte a kettőt. Na és ugyanígy kapjátok ti is a videókat. Az előzményeitek alapján, amiket eddig megnéztetek, az alapján talál meg titeket a YouTube. Csak hogy, mivel észrevehettétek azt, hogy én nem a mostani játékokkal játszok. Ez se tegnap jött ki. Nem ki 2024-es játék. A Once Human volt az egyik, ami egy kicsit elkezdett pörögni, csak hát miután elmentünk scamozni. Scamból nem tudtam volna jó videót csinálni. Tehát, hogy max ilyen tutorial videókat lehetett volna, hogy hogyan kell ezt, hogyan kell azt, hogyan építs, hogyan, mit honnan szedhetsz össze, stb. Stb. De abban nem éreztem most olyan tartalmat. Abban egyedül úgy látok értelmet abban a játékban tartalmat gyártani belőle, hogyha mondjuk tegyük fel, streameljük majd. Jelenleg ezt már többször hangoztam, még a videókártyám nem épp a legjobb. Úton van a következő, tehát lesz jobb. De az, ami a jelenleg a gépben van, az nem bírja. Ez volt a bajom a Once Human-nel is, hogy mivel 2024-es játék, ezért erős videókártya kellene hozzá. Nem tudtam játszani csak 30 FPS-en. 60-ban vettem föl, de csak 30-ban tudtam játszani. Tehát ez azt jelenti, hogy minden második frame az nagyjából állt a... felvételnél. Emiatt laggosnak tűnhetett a játék. Az a baj, hogy próbálom úgy válogatni a játékokat, hogy ezért ne legyen túl sok szívás vele. Jó, most lesz olyan, amit már nem foglalkozunk vele, és elkezdem. Úgyis, hogy még nincs itt a kártya. Meg hát át akarok térni, nekem még a főtárolóm az tányéros. Amire például a Steam is menti a játékokat, vagy az Epic esetleg. Az a baj, hogy nem tudok úgy játékokról videókat készíteni, mint ahogy mások, hogy csak így, mit tudom én, felveszek egy fél órát. És ha tetszik nektek, akkor majd játsszuk tovább. Nem tudom, hogy mi tetszik nektek, már vagytok 40-en. Nem kapok visszajelzéseket, jó, hát kapok néha-néha, tehát hogy van egy akár ilyen beszólós videó, hozzászólás, hogy mi tartott ezen egy óráig?
az, hogy... néha bambázok. Én is. Ember vagyok. Ugyanúgy, mint más. És ilyenkor nem tudom azt csinálni, hogy... Jaj, hát most ezért... Alapból most tudom azt csinálni, hogy utána nézek egy játéknak, mielőtt elkezdem játszani. Vagy akár már játszottam is vele. Például ott volt a Mafia 1, amikor a, nem tudom, az ötödik részt felkapta a YouTube, 2500 felhasználónak mutogatta meg, nem tudom miért az ötödik részt, miért az volt az, ami tetszett neki. Nem vágom, mai napig nem értem. Megfuttatta, most amúgy amiatt vagyok szívóás, topóágon, már mondjuk így, mert megfuttatta azt az egy videót, és most azt mondja, hogy amúgy nem jó videókat csinálsz, mert 60%-kal kevesebben nézik meg, mint eddig. Rozika? Te csináltad, én nem én csináltam, nem én mondtam azt, hogy mutogasd az embereknek, és ráadásul ennyinek. De én tökéletesen ellettem volna azzal, ahogy úgy szépen ugye elindult felfelé. Volt, mit tudom én, 50 megtekintés egy nap, volt 70, 90, 100, ott, hogy 100-nál egy picit elhimbálózgatott, utána ment tovább. És én jól ellettem volna vele. Fogtad, és elkezdted az embereknek mutogatni azt a videót, amit amúgy én tudtam, hogy amúgy nagyon szar. És akkor jöttek az emberek, persze, hogy nem tetszett nekik, mert az első 5 percben elkezdtem bénázni. Na mindegy. És akkor most meg visszaveszi a megtekintéseket, meg az ajánlásokat, mert hogy hát most szarabbul teljesítünk, mint ahogy az elmúlt 2 hónapban, vagy 1 hónapban, mert azt hiszem 28 napra nézi, és még 28 nappal ezelőtt volt a 2400-as megtekintésből egy ilyen nagy hullám felül. Mindegy. Szóval elég nehéz úgy videót csinálni, hogy alapból még nincsen kivel megbeszélni azt, hogy srácok, mit szeretnétek következőnek látni? Vagy miben bénezzek tovább? Hanem én így, amiben jelen pillanatban jól érzem magam, azzal játszok. Azt veszem fel. Például ott van a Mafia 2, amiben hát van olyan rész, amiben nem teljesen. Főleg így a gym is most már kezd egy kicsit unalmas lenni néha. Szóval van, vagy lesz olyan rész, amiben egy kicsit már érződik a hangomon, a hangulatomon azt, hogy már megint ugyanaz, jönnek 600-an, meg kell ölni őket, és akkor megyünk tovább, és stb. És nincsen új, és nem... kapunk jobbat, és nem lesz más feladat, hanem egy kicsit kezd monotonná válni. De most mivel monotonná vált a játék, azért én sem úgy ülök le néha, hogy most akkor... Elveszem a gázt akkor, amikor elrepülök. De krozi. És akkor, tehát hogy így nem mindig olyan a hangulatom a játékhoz, amilyennek lennie kellene. És ez érződik. Na most ezeket a videókat érződik, hogy kevesebben is nézik meg. Mert hát nem. Pörgök úgy, mint ahogy szoktam. Szoktam hülyéskedni. Vezetésben is a bénezásoknak egy nagy része az szándékos. Próbáltam benne egy olyan Jimmy-t játszani, aki hülye egy picit, és nem tud vezetni. Mondom, ha más nem, akkor legyen egy kicsit megosztó az, hogy ezért, hát ha elkezdenek az emberek hozzászólni. Tehát, hogy legyen valami, ami megmozdítja az egészet. Mert ha elindul egy kommunikáció, tehát tudom nagyon jól, hogy ha megnézek egy videót, és a videó alatt nincsen hozzászólás, akkor jó, mondjuk az a baj, hogy én ilyen téren rossz vagyok.
rossz példa. Mert sokszor átgondolom azt, hogy hogy esne nekem, hogyha én kapnék egy... Mert, na, tehát, hogyha hozzászólsz valamihez, akkor mindig a másik oldalt is nézni kell. Szerintem. Tuning. Mit tuningoljunk? Hát az engine-t kellene, hogy egy kicsit gyorsabban menjünk, úgyhogy ezt mi arra még várni kell. Mi lehet az, ami még segítene nekünk, hogy egy picit előrébb kerüljünk a listán. Nézzük így. Oké, és akkor menjünk megint a tovább versenyre. Tehát én mindig úgy szoktam, hogy van olyan, amikor előjön belőlem is a kis ördög. A tipikus mindenbe belekötök magyar. De... Majdnem sikerült. De utána mindig az van, hogy... Akár privát profilommal, akármilyen profilommal szólok bárhol hozzá, az valamilyen szinten ott fog maradni. Egyrészt, ha én takony vagyok másokkal, akkor miért várjam el azt, hogy velem mások jó fejek legyenek? Én akkor, amikor most is... Jaj, anyádat! Amikor legutoljára is beszóltak nekem az egyik videó alatt, hogy mekkora béna f***sz vagyok. Jó, cukim vagy béna, meg mit tudom én, de akkor is, tehát be lett szólva, hogy béna vagyok. Bénáztam. De el is fogadtam, tehát én arra írtam, hogy tudom, én próbálok, ha idióta vagyok, akkor próbálok cukin idióta lenni, hogy legalább... Na. És ezeket alapértelmezetten a YouTube tiltotta, mert hogy az ő szűrője szerint ezek a hozzászólások bunkók voltak. És hát nem a közösségbe valóak voltak. Tehát, hogy amúgy nem is tudom, szerintem, hogy 6 ilyen hozzászólás volt, amit eddig kiraktam. Csak azért, mert... Basszus, tehát, hogy... Nem ismersz. Ezt most megmondom. Nem ismersz, és soha nem is fogtok. Tehát, hogy úgy... szemtől szembe szerintem nagyon kevés ember lesz, aki tudja, hogy én ki vagyok valójában. Meg milyen vagyok valójában. Mit, miért és hogyan csinálok. És mindaddig, míg ezeket nem érted meg, és nem fogod átlátni, addig a szemedben mindig egy hülye gyerek leszek. Bénázó hülye gyerek. De. Nézd meg, az a Mafia 2-nél az utolsó részeket. Az elején még nagyon jól ment az, hogy neki mentem mindennek, összetartom az autót. Most is törik a végén. De sokkal könnyebb helyesen vezetni, mint úgy, hogy lerohasztom a gumit a kocsira. Sokkal könnyebb elcsúszni két autó között, mint pont elkapni a sarkát. Mert reflexből elhúzod a kormányt. Elhoz. Ups. Na jó, itt most nem figyeltem. Meg alapból a Mafiának amúgy a hitbox rendszere is egy kicsit hagy. De most... Ó, most szórakozol velem. Miért vagyok negyedik? Ha van előttem, vagy 8 ember? Ötödik. Hatodik. Nagyon jó, senki nem előzött meg, de... Hetedik. Ezt mondom, mindjárt előttem van mindenki.
Hát nem feltétlenül az a valóság, mint amit látsz. Ezt tudom, hogy hülyén hangzik. Nem lehet csak úgy izé? Jó, oké, köszi. Köszi, köszi. Megyek vissza versenyezni, és ugyanezt megcsinálom még egyszer köcsöket. És az a baj, így visszatérve ezzel az egészre, hogy nagyon sok ember saját magát másokon felülinek érzi. Semmivel többet nem tett le az asztalra, mint én, vagy, vagy bárki. Ezért is kapni. Debil magad! Na, még egyszer béna vagyok. Jó, ezt kezdjük előről, mert ez így. Nem már most sok volt. Azt már nem tudtam volna visszahozni égő motorra. Én látom azokon, akik sok helyen a környezetemben vannak. Például... mindegy. Emberekkel foglalkozó... szakképzett, elvileg tanult emberek azt hiszik, hogy ők jobbek attól, mert elvégeztek egy tagközépiskolát, egy főiskolát, vagy egy bármit, mint mondjuk egy takarító. Miért? Ugyanolyan ember mind a kettő. Emberileg még lehet, hogy emberibb a másik, aki lehet, hogy nem olyan képzett, mert nem olyan lehetőségei voltak az életben. De emberileg, ő emberibb. Mint az, aki azt hiszi magáról, hogy attól, mert ő tanult annó, attól felsőbbrendűbb. De hogy vagy az? Szállj le a magas lóról. Az embereknek az intelligenciája, az értelmi intelligenciája csökken, vagy a tököm se tudja mi van, de egyszerűen, tehát ez a rengeteg bukó ember, aki mostanában a világban van, amit így menj fel egy TikTokra, menj fel egy Facebookra, menj fel egy bárhová, menj fel egy TikTokra, de most tényleg, és ott van mondjuk Sefa. Aki egy jó szakember, vagy a Guadalupe-i szent munkás. És mit kapnak egész nap? Hogy mekkora szarok vagytok, mert hogy ezt nem így kell csinálni, meg nem jól csináljátok, meg mindenbe belekötnek, mindenki okosabb mindenkinél. Why? Fordulj vissza? Biztos, hogy van olyan, aki ezt a játékot végigjátszott 5000-szer, és jobban vezet, mint én? Az összes pálya a kis ujjában van. Lehet, hogy odaverne engem 2 másodperc alatt. És? Attól én kevesebb vagyok emberileg, mert ő ezt a játékot millió meg egyszer játszotta? Nem vagyok jó FPS játékos, erre már biztos rájöttetek, tehát aki látta a videóimat természetesen. És nem ez az első, amit látsz. Nem vagyok jó FPS játékos, ezért nem is, hogy játszok. Jó, játszok, és fogok is játszani FPS játékokat. De nem a kedvenc műfajom. Én az ilyen... a low-piece játékokat szeretem, például mit tudom én, az ilyen
Hát, most olyat tudok rá mondani, mint a City Skyline. Tehát ez a... Szépen lassan építgetsz, elszórakozgatsz, haladsz. Nincsen izé, nincsen az, hogy kapkodnod kell... Menj innen! Nincsen az, hogy kapkodni kell. Jó, hát kell, mert amúgy van olyan, amikor olyan vészhelyzet van, hogy most muszáj nagyon gyorsan összeszedni magad és csinálni valamit. De úgy nem... Tehát nem az a... Megbosszulja magát a játék úgy, mint például ebben. Elrontasz egy kanyar, már utolsó előtti vagy utolsó. És még így leszünk elsők. Azt hittem, hogy ez nem fog összejönni. Hát nem gondoltam, hogy ez sikerülni fog. 39. Hát igen, nem nagyon mentem a törésre. Tuning. Menjünk engine. Rakjad belefelé. Azt az 1005-öst. A másik, hogy... Szerintem lehet hallani. Egy akkor, amikor normálisan beszélek, akkor nem vagyok. Paraszt. Hát az úgy volt, hogy... Na, értitek. Tudok úgy is beszélni. A Jimmynek a karaktere az ilyet tud. A Jimmyvel játszó ember. Jaj, roadblockos. Jaj, nem már, nem már. Ajjaj. Na nézzük. Azért mondtam, hogy nem minden esetben az a jó, amit elsőre gondolsz valakiről. Nem ismered. És azért mondtam azt is, hogy valószínű évek múlva se fogtak annyira ismerni. Mert mindig valamilyen... Attól függ, hogy mivel játszak. Ha mondjuk tegyük fel egy komolyabb játékkal toljuk, mint például volt az Apico, amit én próbáltam nagyon komolyan venni. Nem jött össze. Mert mint hogy összejött, hogy komolyan vettem, csak nem volt komoly. Ráadásul ott a magának a motornak voltak korlátai. Tehát az a Game Maker az nem erre a minőségi játékra van kifejlesztve, hanem azzal tudtál volna csinálni egy ilyen Mario-szerű, kisebb pályákból álló fogjuk rá elég light játékot, nem azt, hogy egy ilyen factory automatizált ingyom-bingyom valamit. Mert bocsánat, de nem tudok rá mit mondani. Mert az a baj, hogy amint elindítottam, pedig nem csináltam túl nagy gyárat szerintem. Tehát az egy ilyen tök átlagos méretű volt az én szememben. Tehát azt sokkal nagyobbra elrúgtam volna, ha nem kezd el laggolni a játék. De még úgy is laggolt, hogy már le volt állítva. Tehát, hogy ott valamilyen kód még így is futott a... Lehet erre is menni? Hát hülye vagy. De akkor ez miért van itt? Ó, hogy az anyádat, azt játék. Tehát... vannak ezek a... Stardew Valley. Nem láttam még laggolni. Oxygen not included. Több száz órán van benne. Jó, oké, már a vége felé laggolt. De az az előző gépemben volt, ezen valószínű az se laggolna annyira. Az előző gépemben volt... 8 giga RAM? 4? 4.
Megint Windows 7. Aj, az, hogy hiányzik. Windows 10. Mindenképpen ki akarom majd próbálni amúgy később azt is, hogy elvileg most már ez a... Linux gaming rész, ez kezd haladni valamerre. Hát, ha össze tudnám hozni, hogy Linuxon tudjak játszani. Lehet, hogy ahhoz nagyobb gép kell, mint ami most van. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy igen. Jönnek ki Rozika? Itt vannak a seggünkben. Nem tudom. Majd meglátjuk. Az a baj, hogy most azért felrakni egy Linuxot, hogy kipróbáljam, hogy milyen. És utána kiderül, hogy nem jó, aztán rakják vissza mindent Windowsra. Nem. De betoltam. Az úgy 11 század másodpercen múlt. Az szép. Na jó. Szerintem amúgy ezt a játékot ezt pont erre fogjuk használni. Kicsit valamilyen témát előveszek, és elkezdünk róla beszélgetni. Annó el akartam kezdeni TikTokozni. Mert jó kis vicceket lehet csinálni ebből a hülye ADHD-ból, de de úgy rájöttem arra, hogy így is rossz. Nem, hogy még akkor, hogyha én még ebből point is próbálok csinálni. Úgyhogy végül nem lett belőle semmi. Kicsit tuningoljuk meg az autót. Tuning a autó, autó 500-ért. Jújjúj. Hát én nagyon biztos vagyok benne, hogy belerakom a tuningot. Ameddig csak lehet tuningoljuk. Szítom úgy valami jobb. Nem. Tehát ez a öt autónk van. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, jó számoltam. És ennyi. De ugye esetleg vehetek egy balletet, az kész. Ha, akkor nem éri meg. Akkor ezt tuningoljuk, ameddig csak lehet. Hadd menjen. Úgyis azt látom, hogy amúgy innen... Jó, engedjél. Tehát, hogy itt lesz az, hogy megyünk. Nem vágom teljesen, hogy van. Tehát az oké, hogy a class C-ig eljutunk, aztán utána jön a következő, meg utána a következő, meg a következő, meg a következő, vagy így ennyi az egész játék, és akkor max majd... Aha. Na. Kerekek és fékekben van rajta kerék és fék. Ah, biztos, hogy izé. Lesz itt valami még, mert 13%-nál járunk a karrierben, és az még azért... Vagy de szépen össze van törve az az autó. Na jól van, találkozunk a közepet, mert ez úgy nyom. Tehát, találkozunk a következő részben. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, szóljatok hozzá. Ja, kordra is. Ha tudtok. A többi nem számít. Sziasztok!